általán nyert szép az átbenne úrnak vére, mert ez úrnak papjai tisztára utnának, Árpád ős magzatjai felvirágozának. Értünk húnság mezény, ért kalányokat Tokaj szőlő veszény, nektár csepegtettél. Zászlón gyakran plantálád, vad török sáncára, s nyögte Mátyás búsadát, vénység büszke várnak. Hajd a bűneink miatt, gyújt a kerületben, elsújtál villámban, dörgő fellegedben. Most rabló mongol nyilát zúgattad felettünk, vagy töröktör rabigát a vállainkra vettünk. Hányszor megkezd hajkaid, hozd a népének, vert hadunk csontharmaink győzedelmének. Hányszor támadtál a fiat, szép hazám kedvedre, s lettél magzatod miatt, magzatod hangra. Úgy az üzlös felé karmi barlangjában, szert a nézelemmel léghondját alzában. Vértre ágy és völgybe száll, húskétség mellette, vérző lábainál, slágtenger fölötte. Várjátok most kihalom, kecs, örömről kettek, halálhőrg és síralom zajlik már helyettek, s a szabadság nem bírul a holnap védéből, kínzóra sem könnyebből várnak őszeméből. Szállj meg Isten a magyar kit vészek ágyára, gyújts felé a védők, a tengerünk ígyára. Balsos, akit régen tél, hozz rá vigyeztek ő, megbűvődte már a nép, volt az sevágnőt. Az hosszú nap, legalábbis az emberi emlékezet számára olyan sok, hogy elhomályosul és kitörölnek emlékek, ami egyébként nagy adomány az ember számára, mert hogyha minden emlékezne, ami történt életében, akkor elég keservesen az életbe, a sok fájdalom, bánat és keser, az mind utol tudja törni. Viszont ebben az esetben a felejtés nem olyan nagyon. Vannak dolgok, amiket nem felejthetünk el, és ezek az ünnepek, például ez a nemzeti ünnep március 15-e is erre szolgál, emlékezzünk. Ha belegondolunk az ünnepeinkbe, hogy hirtelen most három csoportra tudnám osztani őket, ugye vannak családi ünnepeink, tudjátok miért mondani? Például a születése. Aztán? Karácsony is ünnep, de az inkább vallás, ez egy másik csoport. És akkor nézzük meg a másik csoportot, a vallási ünnepeinket, a karácsony, mit ünnepünk karácsony? Szintén egy születésnap, ugye? Jézus születése, nagyon jó. És akkor van még egy nagy vallási ünnepünk, azt mindenki várja. Az pedig a húsvét. Igen, nagyon jó. És van egy harmadik csoportja az ünnepeinek, ez mi lehet? Hát ez a mai például a nemzeti ünnepeink, ugye? És minden ünnep, hogyha belegondolunk, egy dologban közös. És mi lehet az, ezt mindjárt meg is mondom, az, hogy mindegyik egy korábban megtörtént eseményre emlékezik vissza. Mégpedig olyan emlék, vagy olyan eseményekre emlékezik vissza, ami valami módon a lelkünknek hatott, igaz? Akár egy születés, akár egy házassági forduló, akár egy vallási ünnep. Ugye itt a vallási ünnepeknél is vannak szomorkások és vannak vidámokban. A szomorkáshoz tudnátok valamit mondani? Például? Jézus, tehezhetették. Igen. Én inkább arra gondolok, hogy halottak napja például. De ugyanígy a nemzeti ünnepeink között is vannak szomorkások, sőt tragikusak. Például június 4-én, hogyha a felnőttek vagy felnőttek, ha nagyobbak vele gondolnak, akkor meg tudják mondani, hogy június 4-én mi az a tragikus dolog, amit ünnepünk, emlékezünk rá. Hát ez az ország szétszaggatása, ugye a Trianon emléknap, ami elég gyászos mi életünkben, de most ez a március 15-e egy ilyen dicsőséges ünnepünk, és azért ünnepeljük minden évben ezeket az ünnepeket, ezt az ünnepet is, hogy megmaradjon, és tovább származzon a gyerekeinkre, az unokáinkra, nekünk ezt tovább kell adni. Ugyanúgy, ahogy az őseink most tudom, fölkorba lenéznek, és elgondolkodnak, hogy érdemes volt a vérünket áldozni azért, hogy ezek az emberek most itt éljenek. Ez elgondolkodhatja őket. És ugyanígy, amikor majd mi eltávozunk innen, és föntről lenézünk majd, és azt kérdezünk, érdemes volt küzdeni,
hogyha azt látjuk, hogy ilyen emberek lesznek ott, mint ti most itt szépen ünnepülve, és meghatottan, akkor valószínű azt gondoljuk majd mi is, hogy igen, érdemes volt, és ez nekünk kötelesség, hogy tovább vagyunk ezt a dolgot. Három nagy, fontos oszlopa van az ember életében, hogy is mondjam, hogy emberhez méltó életet tudjon élni. Ez a három fontos dolog mind támadás alatt van most is. Most is, még ha nem is tudunk róla. Ez a három fontos dolog, három olyan pillér, ami az ember méltóságát megadja, és az életét végigkíséri. Az egyik az, hogy honnan, milyen közösségből jöttünk és hova tartozunk. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt tudjuk. És ugye szóval úgy mondják, hogy nemzeti identitás. Ugye ebből a nemzet, ez egy nagyon szép magyar szó, mert pontosan kifejezik azt, hogy utódok születnek egyre többen és többen, és remélhetőleg nagyon sokáig, és ez a nemzet sokáig fennmarad. Hát az identitást azt úgy fordíthatnánk talán le, hogy önazonosság. Ez jön a kézzel fogható, de valamennyire közelít ahhoz, amit meg tudnak érteni az alsósok is. Önazonosság, saját magunkkal vagyunk jóval és tisztában. És ehhez azt kell nekünk, hogy lássuk a múltunkat, hogy honnan jöttünk. Régen, a régiségben, hát olyan 7-7 ízigben ismerték a felmenőket az emberek. Ez mit jelent? Apa, anya, nagyapa, dédnagyapa, ők, aztán még együk, és még együk, és még együk, 8, illetve 7 nemzedéken keresztül. Ez nagyon sok. Most, hogyha belegondolunk, mi eddig tudunk visszatekinteni, ez nem túl sokáig tart, igaz? Talán nagyapát még tudjuk, aztán talán még a dédnagypapát, de ott a régiségben ismerték a nevüket, tudták, hogy mi a kedvenc ételük esetleg, kedvenc szavajárásuk, és így visszatudtak említeni, pedig nem volt nekik nagy teljesítmény mobiltelefonunk sok gigabájtban, hanem itt volt a nevezető kártya, és ide tartározták ezeket az információkat. Tehát nekünk vissza kell tekintenünk arra, hogy tudjuk, hogy honnan jöttünk és kik vagyunk. Na most, hogy kik vagyunk, talán így lehetne megfogalmazni, hogyha a nemzetet egy kicsit kifejtenénk. Mit is jelent a nemzet? Három dolgot jelent a nemzet. Mi itt, akik most téblávolunk a Földön, ez az egyik része a nemzet. A másik része az a sok magyar ember, aki előttünk él, az mind a nemzetünkhöz tartozik. És a majdan megszülető magyarok is mind a nemzetünkhöz tartoznak, mert aki nem ebben gondolkodik, az valahol félresik. Tehát nekünk, mint egy láncszemnek, mondjuk egy láncszemnek, tovább kell vinnünk a nemzetet, különben a felelősségünk nem felelősség. Hát ha ezt megértettük, akkor elég sokat megértettük, és a végén az utolsó mondat ebben az ünnepségben a hangzani, hogy nektek kell majd egekig emelni. Jól emlékszem pontosan így szól az utolsó mondat, amit az Isti fog majd nekünk mondani. És ez pontosan azt jelenti, pontosan fogjátok érteni az ünnepség végére, hogy ez mit is jelent. Nagyon sokat nem akarok beszélni, pedig kellene, de nem beszélek sokat, mert az ember ülve nem sokat értünk, főleg ennyi az korban. Úgyhogy tovább is lépek, viszont a haza fogalmát azt mindenképpen ki kell fejtenem, de a haza fogalmában segítségemre lesz nekem Radnóti Miklós egy verse, ami szorosan nem kapcsolódik március 15-höz, de amikor én azt hallom, hogy haza, akkor nekem ez a vers belül. És ebből egy részletet fog elmondani nekünk most a Horváth Laura, nagyon szépen, és ha megfigyelitek, akkor tényleg pedig azt a szót, hogy haza. Radnóti Miklós, nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy mások utáig mit jelent. Nekem szülőhazám, itt elámul belőlem kis ország. Messze ringó gyermekkorom világa. Belőle nőttem én, batosba gyönge ága. S remélem, testem is majd ebből besüppel el. Itthon vagyok. S a néha lábam hoz tétepeleg egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton. S tudom, hogy mit jelentett egy nyári alkonyan, a házfalakon a csorgó vöröslő fájdalom.
hogy a műsorunk három részből áll. Az első rész az, amit én elkövettem már, a bevezető rész, és mint a nyelvtanban jön a tárgyalás és végül a befejezés. A befejezés is nagyon rövid lesz, azt is én fogom majd elkövetni, de a tárgyalást ezt egy amatőr színtársulat fogja előadni nektek, a 7. osztályos amatőr színtársak, akik szuperül énekelnek, táncolnak, verset mondanak, drámátok meg előtt, és most ők következnek. Tulajdonképpen az előadásunk egy időutazásnak is tekinthető, mert minden egyes kép, amit majd itt eljátszanak röviden, az egy ilyen elindul. És ez azt jelenti, hogy most visszaugrottunk az időbe, hát egy olyan 174 vagy 175-t az egyik jelentős magyar történelmi eseményről fogunk beszélni, ami magyarságunk egyik alapköve. Mi jut eszetekbe, ha azt mondom 1848. március 15-e? Szalán. Elhúzott idő. Tényleg? Ez ki is írta? Petőfi Sándor. Róla eszembe jutnak a márciusi ifjak. Jókai Vasvári. Nem ők gyülekeztek a kívak? Az meg mi? Egy kávéház Budapesten. Az volt a törzsük, még ma is megvan és küldtek. Kitört a forradalom, utána sok csata volt, szabadságért harcoltak. Azóta hordunk kokárdát, március 15-én. Eddig jó. Tudnátok egy kicsit bővebben mesélni az eseményekről? Jó, akkor vegyük át az eseményeket sorrendben. Figyelj! Az 1800-as években Magyarország nem volt önálló, hanem az Osztrák-Magyar Monarchia része volt. A két országnak egy uralkodója volt, aki az osztrák Habsburg házból került ki. A magyar nemesek szerették volna, ha az ország gazdaságilag fellendült, ha a társadalmi különbségek kevesebb terhet volna a jobbágyokra, hogy érdekeltek legyenek a munkáikban. Csak hogy ezek a változások nem álltak érdekében a bécsi udvarnak. Néhány változást ugyan elértek, de komoly áttörést nem sikerült elérni, ami egyre jobban elkeserítette az embereket. Úgy érezték, ha nem egy idegen király jön át trónon, akkor a magyarok érdekei jobban előtérbe kerülnének. Ebben az időben a francia forradalom híre is eljutott hozzá, ami feltüzelte a magyarokat, hogy mi is elérhetjük, amit szeretnénk. Petőfi és Júlia otthon. Júlia, fontos hírei vannak, már Bécsben is kitart a forradalom, elkövetkezik el. Követnünk kell a bécsi példát. Itt az idő. Melyek átlítom az ügyelés a vázlatát. Többiek már a proklamáció fogalmazták. Talán kellene itt valami jelkép, amit magukon viselhetnek. Össze kell hívnom az asszonyokat. Sietősen rendezetlen menetben indultak tovább a közeli egyetem felül. Hányan voltak? Nem tudjuk pontosan. Annyi biztos, hogy kevesen. Az egyetemek fiatalai nem csatlakoztak hozzá, mivel a terenyomban ez az értek.
már közel 2000-en volt. Landerer nyomdája. A sajtót lefoglaljuk. Azonnal kezdjék a 12 pont és a nemzeti dal kinyomtatását. De uraim, a nyomtatáshoz az ember engedélye szükséges. Ha nincs meg az engedély, nem kezdhetjük el a munkát. Most önök is. Cenzorhoz nem megyünk, mától fogva nem ismerünk semmiféle cenzort Pesten. A népnevében ezt a sajtot lefoglaljuk, haladéktalan kezdjék meg a nyomtatást. Tartva agya, híja haza, itt az idő most vagy soha. Rabok legyünk vagy szabad, ez a kérdés válaszol. Magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, hározott a kős a fájuk. Szabadon éltek haltak, szolga fölben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Csehon nagy vitangi ember, ki most a kell halni nem mert. Kinek drágább rongy élete, mint az a becsülete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kar, jobban ékesíti a kar, és mi mégis láncot hordunk. Mire veled régi kardunk? A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Magyar nép megint szép lesz, méltó régi nagy hívéhez, itt rákentik a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink dombolulnak, polokáink lebonulnak, és álmok imádság mellett, mondják el szám neveinket. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Ezután a 12 pont következett. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen békés szabadság és egyetértés. Kívánjunk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Budapesten, évenkénti országgyűlés Pesten, törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben, nemzeti őrsereg közös teherviselés, úrbéri viszonyok megszüntetése, esküdtség képviselet egyenlőség alapján, nemzeti bank, a katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, külföldéket vigyék el tőlünk, politikai státuszfogék szabadon bocsátassanak. Unió. Egyenlőség, szabadság, testvériség. Forradalmi menet következő állomása a pesti városháza volt, ahol 15 ezer ember gyűlt össze. A város vezetéssel aláíratták a 12 pontot. Táncs is börtönben sínylődik. Ő is státuszfogoly. Menjünk, szabadítsuk ki! Követeljük Táncs is gyere szabadon bocsátásra. Azonnal adják ki. Március 15-én lélekemelő dolgok történtek. Úgy tűnt, rendeződik minden. A magyarok végre saját kezükbe veszik sorsukat. Bevalakult a Batthyány kormány, amelynek tagja volt többek között Kossuth Lajos, Gyárd Ferenc és Széchenyi István. Bécs, Sömbúr, császári palota. Az uralkodó szentesítette az áprilisi törvényeket, ami nagy önállóságot adott Magyarországnak. Megkezdődhetett a jobbágy felszabadítás, a polgárosodás. Pilvax Kávéház. És megriadt tőle. A követeléseinket elfogadta, mindent feladott.
gyülekezetnek látta az időt, hogy visszaállítsa teljhatalmát és fegyveres támadást indítson Magyarország ellen. Bécs, Söprún, császári palota.
tavaszi sikerei ráébresztették a bécsi udvart, hogy egyedül már képtelen úrrá lenni a helyzetet, ezért Ferenc József császár, aki közben felváltotta a trónot Ferdinándot, május 1-én hivatalos levélben fordult első Miklós orosz cárhoz, amelyben fegyveres segítséget kért a lázadás elfolytásához. A cár nem bízta a véletlenre. Rettenetes sereget 200 ezer katonát küldött ellenük. Csapatai még hősiesen harcoltak, de a sokszoros túlerő előtt sírva és bűnben leteszik a fegyvert az orosz csapatok előtt. Szabadságharc alig fejeződött be, a császáriak mindjárt megkezdték a megfordulást. És most jön a konklúzió, vagyis a tanács. Mi a tanulság? Elfelejtettem mondani, illetve nem hangsúlyoztam ki eléggé, hogy mennyire jó támogás alatt áll az a három szó, amiből egyet elvesztünk, egy pedig a nemzeti tudatosság. Másik kettőt rosszul találtam, és azért elhagytam, de támadás alatt van most is, és az a feladatunk, hogy tovább vigyük a nemzetünket. Tovább vigyük, és emlékezzünk vissza a gyökerekre. Az apa, aminek nincs gyökere, az nagyon könnyű hívő. Erős a gyökérünkre, sokáig megmarad és termést hoz. A remény ott van, hogy napokban, amikor mentem a szertáromba, épp a harmadik osztály készült testnevelésére. És ott hirtelen felindulásban megkérdeztem egy fiút, hogy mi jut eszébe arról a szóról, hogy haza. És a testnevelés az, főleg fiúknak nagyon fontos dolog. És ennek ellenére elgondolkodott és azt mondta Magyarország. És akkor így felderült a lelkem, hogy itt nincs beszélésem. A rengeteg szűnyad a lehetőség, és ezt valószínűleg is lehet használni. És akkor most szólj az utolsó. Meg figyeljetek az utolsó mondat. Eljön ide válni.